Ez itt a Forrás Rádió, benne pedig a desszert, és én már akkora izgalomban vagyok, mint szerintem eddigi pályafutásom során még soha. Zoltán is megérkezett ide a stúdióba, köszönj szépen! Jó reggelt, jó napot! Te szoktál jó reggelt, tehát délelőtt folyamán köszönni. Hát egy kicsit túlzásokba esel, de nem baj, így szép az élet. Nem, ezt nem értheted. Végre csapkodhatok büntetlenül. Ja, büntetlenül, igen. Szétrongálhatod az egész stúdiót, legalábbis egy részecskéjét, anélkül, hogy bármilyen következménye lenne. De te már egyébként tegnap be voltál zsongva nagyon, hogy te ütni akarsz. Én nagyon be voltam már zsongva, már akkor, amikor kitaláltuk a játékot, alig vártam, hogy végre már itt legyen, most itt van. És itt vannak a hátam mögött a kis gömböckék, akik fölfaltak. Hát az egyikük cukorkát, édességet, a másikuk pedig egy nyereményt, amiről nem tudjuk még, hogy mi az, akkor fogjuk megtudni, ha össze-vissza verem őket. Igen, de először föl kéne hívni valamit. Egyébként az a vicces, nem csak a gömböcök vannak itt a stúdióban, hanem a stúdió környékén mindenki, mert igen, azt akarják végignézni, hogy Kriszta végre tör és zúz, amit mindig is akart volna. Kicsi lány és agresszív. Lássuk, és nagy bottal járt el. Már de választhatsz egyébként a nagy botot, vagy a kis botot szeretnéd megmarkolni. Az előbb már megpróbáltam így suhintgatni, hogy mégis milyen lesz majd érzésre, de nem tudtam még eldönteni. Az a baj, hogy azért ezek a gömböcök lehetnének egy picivel alacsonyabban, az én nem nekem lett, igen, de nem baj, és ezt fölrakom, már csak azért is, mert egyrészt sokat kéne fizetni, ha megsérülnék. Az értékes kis fejecskét, de másrészt pedig Made in Italy. Most jöttem. De figyelsz, hogy le ne essen a fejedről, ne pottyanjon. De olyan pici fejem van, hogy nincs már a vége. Nincs már, az utolsó lyuk az én fejemre volt kb. Jó, az a kis... Na, a késő videó egyébként, csak hogy nagyjából el tudják meg képzelni a hallgatók is. Tegnap is feltettünk egy videót, ahogy Tamás szétverte az egyik... Lifeg a fejeten, az a cucc. Ahogy Tamás szétverte az egyik gömböcöt, és akkor most erről is készítünk egy videót, és ezt is majd fel fogjuk tenni a Forrás Rádió Facebook oldalára. Krisztina, a 26-at látom, hogy kiszámoltad. Én már kiszámoltam, nagyon ügyesen, igen. Na, igen. Az a lényeg ugye, hogy a 26. SMS-ezőt most visszahívjuk. Te pedig addig mondd el, légy szíves, hogy találkozhatunk ugye a komáromi napokon is ezzel a játékkal. Én pedig addig fölhívom, jó, azt a hölgyet, mert egy hölgyet hívunk. Igen, mert hogy ott leszünk a 26. komáromi napokon, ahogy eddig is mindig ott voltunk, de nem a 26-on, hanem az előzőeken, értelemszerűen. És igen, a nagy színpadon fogjuk majd kisorsolni a főnyereményünket, mert hogy nekünk az is van, egy ilyen szipi-szuper, mindent tudó kávéfőző, amivel aztán olyan napsütésesen indul a nap, majd ezek után, hogy ez nem is kérdés. Én meg közben már nagyon várom, hogy... Igen, tessék! Hello, szia! Én itt Gazda Kriszta vagyok a Forrás Rádióból. Szia, Sárga Anikó! Szia, Anikó! És Zoltán is itt van a stúdióban. Ketten vártunk téged, de nagyon. Hello. Sziasztok! Na hát az a helyzet, hogy történt veled eddig egy nagyon jó dolog, aztán innentől kezdve akkor még jobb is történhet. Kriszta már is mondja a részleteket, hogy mi a teendőd. Te okay. Vagy kérlek szépen a 26. SMS-ező, úgyhogy hát mondanám, hogy tapsvihar meg minden, de azért örülünk egy kicsit, ugye? Hogy ne örülnénk van? Akkor szuper. Én hát most nyilván nem látod, de láttad-e már mondjuk a tegnap készült videót? Nem igazán. Na mindegy, majd menj föl a Facebook oldalunkra, mert hogy ez is fönt lesz, és ott láthatnád, ahogy kinéz a mi stúdiónk, de nem baj, azért elárulom, most én pont a pulttal szemben állok, a hátam mögött van két gömböc. Zoltán velük szemben áll, mondjuk nézzük a Zoltán irányát, akkor van egy baloldali, meg egy jobboldali, és te döntöd el, hogy melyiket csapjam szét. Mindegy, hogy mit mondasz, mert Krisztina élvezni fogja bármelyiket kezét csapni. Tehát bal vagy jobboldali, valamelyik cukorkát, édességet rejt, a másik pedig egy nyereményt, ami akkor fog kiderülni, amikor már szétvertem. Legyen a jobboldali. Legyen a jobboldali? Aha. Ez ugye segít. Igen. Tegnap is egyébként a jobb oldali tettük szét. Krisztina, légy szíves a mikrofont addig, amíg püfölsz. Jó. Egy picit tolt hátra, ennek lehet következménye. Na hát, Anikó, ugye az a... Úristen, annyian állok a folyosó, húva, ez szétszínes, vedd föl! Nézőközönség is van, nagyon kemény. A videó ez nagyon vidám lesz, úgyhogy majd nézd végig, kérlek szépen, jó, mi helyszét kitöltük, akkor majd ezt is látni fogod. Na, de első bőben akkor Krisztának itt szurkoljunk, jó? 5, 4, 3, 2, mehe! Jó Istenem! Hát ez a helyzet, nem tudom, hallasz-e bármit is ebből a dologból. Atyaink, Krisztina, a szekrény marad. A mikrofon marad, a fejed marad.
Neki veselkedhet most már kézzel is, ha szeret. De nézd meg, nem adja magát! Szedd szét kézzel! Szedd szét kézzel! Jó. Az a helyzet, hogy a stúdióban nem sok már... Oké, Krista, nyugodj meg, kérlek, Krista, nyugodj meg! Tényleg szép, figyelj rám, nézd rám! És mélyeket levegőz, mélyeket... Szúsz! A mikrofont ragad meg! Krisztina, itt vagy velünk, kérlek szépen! Lélegezz mélyeket, jó? Na, hát az a helyzet, hogy Kriszta túlélte, a gömböc nem. Az adrenalin szinten egy picit fölemelkedett az egeben. Viszont Anikó, tudod mi a jó hírem? Azon túl, hogy irtózatos nagy rendetlenséget csináltam. A jó hírem az, hogy ez nem az a gömböc volt, ami cukorkát rejt, hanem ez az a gömböc, ami egy konkrét nyereményt rejt. Én ezt ki is bontom. Okay. Levegőt nem nagyon kapok, hát nem mondom. Ilyen nehéz egyébként. Majd rájössz. Na jó, oké, kíváncsi várom. És tátterátterá, ez egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány a komáromi Tempó sportbolt felajánlásával. Jaj, nagyon szépen, köszönöm. Nagyon szuper, nyertél, gratulálunk. Köszönöm. És nekem most... Nekem most muszáj félre vonulnom, de Anikó, mindjárt minden részletet megbeszélünk adáson kívül, jó? Jó, köszönöm. Hát Zoltán, én köszönöm neked a segítséget, nem is tudom, mit csináltam volna nélküled, és ez nagyon jó esett, de tényleg. Öröm látni, hogy ekkora boldogságot tudott okozni, egy akkor kicsi pusztítás, destrukció. Akkor a feszkó jön ki belőled. Jó, egyébként ugyanezt megtehetik a hallgatók, mert ugye ezt a kettő gömböcöt, hát többet, mert hogyha szétverünk párat, akkor azért jó, hogyha van tartalékban. Olyat ki fogunk vinni a helyszínre, és akkor ott ők is megtapasztalhatják akár, hogy milyen törni zúzni. Bezonyám. Majd pedig a desszertet illeti már is folytatjuk friss hírekkel, és én a következő órában is várom önöket színes érdekességekkel a nagyvilágból. Forrás Rádió. Élmény hallgatni.